A szuperhősök kora nemhogy hanyatlóban lenne, de jelenleg ők jelentik a legbiztosabb bevételi forrást a stúdióknak. Nem is csoda, hogy jövőre 10 új bemutató jön. Ezeket vesszük most nagyító alá. Aki kezdi unni az emberfeletti képességekkel és még annál is nagyobb felelősséggel bíró hősökről szóló történeteket, azoknak van egy rossz hírünk. A DC Warner kritikai bukdácsolása és a Fox gyanús halasztása ellenére a szuperhősök élnek és virulnak. És amíg egy fekete párduc csak hazájában 700 millió körül hoz, a végtelen háború meg rekordidő alatt ront be a milliárdosok klubjába, addig ne is várjuk azt, hogy Hollywood visszavegyen a tempóból. Csak jövőre 10 szuperhős film készül a kegyeinkbe férkőzni, melyek szerencsére nem csak összetételükben, de műfajilag is elég változatos képet mutatnak. Lássunk is neki! Guillermo del Toro Hellboy trilógiájának sokat halogatott záró darabja helyett a karakter szülőatya Mike Mignola a véresebb, keményebb reboot mellett döntött, melyben a Stranger Things-ből ismert David Harbour ölti magára a piros jellegzetes külsejét, és mivel a film többé-kevésbé a Rise of the Blood Queen című füzet alapján készül, így a címszereplőnek jó eséllyel a Mila Jovovich által megformált Blood Queen-nel gyűlik meg a baja ebben a felnőtteknek szóló fantasyben. Az eddig produceri és írói szerepkörben teljesítő Simon Kinberg rendezői bemutatkozásában igazságot akar tenni a Marvel történetének egyik legközkedveltebb történet folyamának, a Sötét Főnix sztorinak, ha már az ellenállás végének ez nem jött össze. Ezúttal is Sophie Turner játsza Jean Grey-t, aki olyan erőkre tesz szert, melyeket ő maga se nagyon tud kontrollálni. A filmbe visszatér az előző X-Men majd minden szereplője, James McAvoy-tól Michael Fassbenderen át Jennifer Lawrence-ig, és ha minden igaz, Jessica Chastain egy földön kívüli rossz arcút alakít majd. Igen, ez lesz az első olyan X-Men film, melyben a mutánsok végre az űrt is felfedezik maguknak. Nick Fury a végtelen háború feliratok utáni jelenetében Captain Marvelnek csipog, aki valaha a hadsereg pilótája volt, de miután akaratán kívül két idegen faj keresztüzébe került, emberfeletti erőre tett szert. Ehhez a Jude Law által megformált Marvelnek is köze volt, akivel a filmben jó eséllyel egymásba is habarodnak. Brie Larson játsza majd a Marvel első szóló szuperhősnős moziának főszerepét, melyben remélhetőleg arra is választ kapunk, mit művelt a figura az elmúlt 25 évben, ugyanis a film a 90-es években játszódik majd. Ennek köszönhetően találkozhatunk olyan rég nem látott arcokkal, mint Coulson ügynök, Korát vagy Ronan. Remélhetőleg ez utóbbival valaki elsüt egy táncolós poént. Egyelőre kérdőjeles, hogy mennyire ágyazódik bele az akció vígjátéknak ígérkező Shazam a DC moziverzumába. Minden esetre a jelenlegi félig komolytalan megközelítésből nem nagyon lógna ki az a 14 éves fiú, aki egy ősi varázslatnak köszönhetően bármikor át tud alakulni egy felnőtt szuperhősé. Ő lenne Shazam, akit a Chuckból ismert Zachary Levi alakít majd. Ellenlábasát Black Adamet eredetileg Dwayne Johnson játszotta volna, de ő végül saját filmet kap, feltéve, ha ez belefér Johnson igencsak szűkös idejébe. Helyére Mark Strong ugrott be, mint Dr. Tadeusz Sivana, az egész marhaságot pedig az Amikor a kialszik a fény és az Annabelle 2 című horrorok után új területeken próbálkozó David F. Sandberg vezényli le. Ajánljuk a Warnernek, hogy jól! Egyelőre még a címét se tudjuk a jövőre érkező bosszúállók filmnek, nemhogy azt, hogy miről szól majd. Minden esetre a Russo fivérek azt nyilatkozták, hogy a negyedik bosszúállóknak már az alcíme is spoiler lenne, így annak felfedésével még várnak egy kicsit, a sztori pedzegetésével pedig még annál is többet. Az írók annyit elárultak, hogy a folytatás még nagyobb és durvább lesz, mint az elődje, ami nem kis dolog, ugyanis Thanos tettei a félvilágot térdre kényszerítették, valahogy vissza kell őket csinálni. A Gambit a modern szuperhős filmek egyik leghányatatottabb darabja. Már valamikor 2015-ben le kellett volna forgatni, akkoriban a majmok bolygóját újraindító Rupert Wyatt dirigálásában, hogy aztán a folyamatos halogatásoknak hála előbb a holnap határát rendező Doug Liman, majd a Karib-tenger kalózaival elhíresült Gore Verbinski merüljön fel rendezőként. Ez utóbbi két hónappal a forgatás megkezdése előtt hagyta ott a produkciót, ami most épp azon van, hogy minél előbb rendezőt találjon, hogy jövő júniusra talán elkészülhessen. A filmben a mostanában épp sikerre ácsingózó Channing Tatum játszana a címszereplő Gambitet, az X-Men univerzum kinetikus energiákkal bíró kártyabűvész tagját, akit már láthattunk felbukkanni az X-Men kezdetek Farkas című filmben, akkor még Taylor Kitsch megformálásában. A producer Simon Kinberg szerint ezúttal egy szexi rablós mozira számíthatunk, csak legyen is belőle valami. A Pókember hazatérés folytatása az egyetlen olyan hivatalosan is bejelentett Marvel film, melyben egy olyan szereplő játszik, akit... Spoiler...
Thanos csettintése megölt a végtelen háború végén. Lehet, hogy a bejelentés csak a Sony hamarkodta el, minden esetre ez lesz a Marvel moziverzum negyedik fázisának nyitófilmje, amely percekkel a negyedik bosszúállók befejezése után veszi kezdetét, és Kevin Feige szerint új fejezetet nyit majd az MCU történetében. Ha minden igaz, a hálószövő ismét elhagyja New Yorkot, a stáb ugyanis Londonban is forgat majd, és az szinte biztos, hogy a cím változni fog. Ahhoz viszont, hogy Peter Parker bármit is csinálhasson, újabb spoiler, előbb fel kéne támasztani. Az új mutánsoknak eredetileg idén áprilisban kellett volna bemutatkozniuk, ám hetekkel a debütálás előtt a Fox úgy döntött, hogy 10 hónappal elhalasztja a premiért. Nem hivatalos információk szerint a tesztközönség nem találta elég ijesztőnek a filmet, márpedig az és a Logan sikerén felbuzdult stúdió egy igazán félelmetes mutáns filmet szeretne letenni az asztalra, amely ugyan az X-Men univerzumban játszódna, mégis más jellegű lenne, mint a korábbi mutáns kalandok. A sztori egy titokzatos elmegyógyintézetre hajazó intézményben bontakozik ki, melyben egy csomó fiatal mutánson végeznek mindenféle ronda kísérletet. A főbb szerepekben a széttörvéből ismerős Anya Taylor-Joy, maga Arya Stark, azaz Maisie Williams és a Stranger Things-ben feltűnt Charlie Heaton lesz látható. A váratlanul nagy sikert arató, félig meddig trend alakító Wonder Woman után nem volt kétséges, hogy a Warner minél előbb tető alá akarja hozni a folytatást. Gal Gadot természetesen visszatér a csodanő szerepében, hogy ezúttal a 80-as években csináljon rendet. Ellenfele most az eredeti képregények egyik klasszikus nemezise, Cheetah, azaz Gepard lesz, akit meglehetősen tökös húzásként a főleg vígjátéki szerepeiről ismert Kristen Wiig alakít majd. Ismét Patty Jenkins ül majd a rendezői székbe, hogy bebizonyítsa, az első film nem a puszta véletlen műve volt. A Fox az elkövetkező néhány évre lefoglalt magának, illetve a nála lévő Marvel hősöknek jó néhány időpontot. Ezek egyike 2019. novemberére esik, de egyelőre még semmit sem lehet tudni, hogy pontosan mit terveznek erre a rohamosan közeledő időpontra. Esetleg az X-Force filmet, amit a Deadpool 2 végén kívánnak bejelenteni? Vagy a már pedzegetett újabb Fantasztikus 4-es újrát? Esetleg egy újabb X-Men filmet? Vagy egy már korábban bejelentett produkció halasztását? Mi ez utóbbit tartanánk a legesélyesebbnek? Ezek lennének hát a 2019-es esztendő legjobban várt szuperhős filmjei, ti melyekért vágjátok leginkább a centit? Osszátok meg velünk komment formájában, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel ránk. Köszönjük szépen a figyelmet, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!